7 év alatt több mint a duplájára nőtt a mézfogyasztás Magyarországon, közölte nemrégiben Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára. A Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke szerint ez az Országos Magyar Méhész Egyesület, az Agrárminisztérium, valamint a kistermelők kitartó közös munkájának köszönhető. Hok József 35 perc című műsorunkban kiemelte, az előállítás mellett mindannyian rendezvényekről rendezvényekre járva népszerűsítették a magyar mézet. Kicsit látszik a munkájunknak a gyümölcse, akár itt a mézes reggelék programok, vagy különböző rendezvényeken a mézkóstolásának a lehetősége, vagy az embereknek a tudatosabb életmódja, ami által azért eljutunk arra a szintre, hogy igenis a méznek megvan a jótékony hatása, akár a gyógyítás, akár a szépségiparra is csak visszatérve, és különböző gyógyszerek helyett hamarabb most már elővesszük a mézet, és nincs szükségünk annyi gyógyszerre esetleg, hogy könnyebben meggyógyulunk belőle. A Magyarországon megtermelt mézek 75-80%-a tisztán kerül a nyugat-európai országokba, más országokban viszont a minőségi magyar mézet édesítőszerrel vegyítik, ezzel megnehezítve a magyar termelők dolgát a külföldi piacon. Örömteli viszont, hogy a legutóbbi mézvizsgálatok szerint a magyar polcokon található mézek nem tartalmazzák a kínai mézkészítményt, így hazánkban ez nem jelent akkora problémát, mint más európai országokban. Ezzel nem volt a tavalyi Erdős Norbert féle program, hogy igenis az legyen ráírva, hogy nem EU-n belül és EU-n kívüli mézek keveréke, hanem legyen ténylegesen megnevezve, hogy Magyarországról, Kínából vagy még mézek keverékéből állított méz, ami által már kiszűrhető lenne, hogy mennyire hamisít, vagy milyen mértékben van benne esetleg hamisított méz. Idén viszont nem csak a mézeladások nőttek, több magyar gazda számolt be tömeges mélypusztulásról. Az Országos Magyar Méhész Egyesület elnöke arról számolt be, hogy bár biztosat nem lehet mondani ennek okáról, viszont a növényvédőszerek környezetre való hatása évjárattól és időjárástól függően változhat, ami elméletben okozhatta a mélypusztulást.